kedvező időjárásnak köszönhetően jól haladtak a munkálatok az 51-es autóúton, a Gáboráron utcánál épülő körforgalomnál. Az eredetileg májusra tervezett befejezéssel ellentétben várhatóan hétvégén, de legkésőbb március 11-én hétfőn megnyitják az úgynevezett turbókörforgalom külső sávját az autós forgalom előtt. Ennek következtében forgalmi rendváltozás lép életbe. Egyrészt a Gáboráron utcánál megszűnt a Zsák utca, a jövőben ki lehet hajtani onnan. Másrészt a Budapestről, az M0-ásról érkezőknek már nem kell áttérniük az ellenkező oldalra, hanem saját sávjukban kerülhetnek a körforgalomba. Jelenleg a belső sávban folytatják a munkákat, a teljes műszaki átadásra később kerül sor, tudtuk meg a kivitelező cég munkatársától.